Jó napot, jó estét, azt szerint, hogy mikor nézik a heti Libazsírt. Nagy örömömre Sáh Juditot köszönhetjük itt a Libazsírban. Azért is nagy örömömre szolgál, mert ameddig Kati a művészeti pályának az állomásait fogja végig tárgyalni, ahogy szokta, keményen, kegyetlenül. Én arról fogok vele beszélgetni, hogy az az egy év, amire kivonta magát a forgalomból, az hogy telt, meg volt-e a haszna, egyáltalán miért volt, mert hogy engem nagyon izgat az, hogy valaki meg tudja csinálni azt, amit én mindig csak vágytam egész életemben, és most már nyilván soha nem fogok megcsinálni, hogy egy évre, két évre láthatatlanná teszi magát az addigi környezete számára, és valami mással foglalkozik. Úgyhogy én erre vagyok kíváncsi, és ő is biztos kíváncsi azért erre is, mert azért ez a közelmúltodnak a nagy érdekessége. De most az elején azzal kezdem, hogy megérte ez a dolog? Tehát, hogy visszajöttél, és most egy másik országba jöttél, egy másik konstellációba, ami a pályádat illeti, tehát, hogy értelme volt kivonulni? Abszolút. Lehet, hogyha ezt itthon csinálom, akkor az nem így. Nem vagyok így belekényszerítve a kényszer ücsörgésbe, meg a kényszer gondolkodásba, hanem akkor találok valami más elfoglaltságot itthon. Hát ez egy régi vágyam volt, hogy így kiszakadni. Gyerekekkel együtt? Gyerekekkel együtt, amikor az először ez megszületett bennem, ez a gondolat, ez a vágy, akkor még csak két gyerekem volt, akkor még Lackó és a Boldizsár volt. Boldizsár még kicsi volt, amikor először erre gondoltam. És egy olyan műsort néztem valamelyik tévécsatornán, amíg szoptattam a gyereket, hogy kell költözni Spanyolországba, és akkor voltak ilyen családok, akiket bemutattak, hogy kinek bejött, kinek nem jött be. De aztán ez úgy elaludt, ez a vágy, mert... Az a gyerek most 13 körül 16. van? 16, akkor ez 17 éve volt a vágyad, vagy 16? Hát nem, 16, mert most leszámítjuk, mióta itthon vagyok, tehát egy ilyen 12-13 évvel azelőtt, hogy elmentünk, volt a vágyam. És hát aztán utána született ugye még egy gyermek, a harmadik gyermekem, és akkor ez így elcsitult, és akkor az élet azt hozta, hogy egyszer csak egyedül tudtam dönteni arról, hogy hogyan tovább. Egyrészt, másrészt... Hát nem tudom, 25 éve voltam a pályán, és az volt bennem, hogy na akkor most egy kis szabadság annyira jó lenne. Annyira jó lenne, és hogy valahogy meg kellene állítani ezt a színházi folyamatot, vagy ezt az életfolyamatot, ami van. Ami hát nagyon sikeres volt. Ami abszolút nagyon sikeres volt, csak már elkezdett így bennem egy ilyen mechanizmus, egy ilyen automatizmus. Én igazán válni. Akkor figyeltem föl rád, láttalak korábban, meg... tetszett is, amit csináltál, amikor egy olyan gála műsort csináltam, ahol nagy színészeknek azt mondtam, hogy hozzanak egy fiatalt. Fölhívtam Gábor Miklóst, azt mondta, Katikám, énekelni nem fogok, de mondok egy nevet, ha ő jön, akkor én is jövök, és azt mondta, Sáh Judit, és akkor te még nagyon kezdő voltál, és Molnár Ferenc részletet adtatok elő, és hát a Gábor Miklós áradozott rólad, hogy ez a Sáh Judit, az fantasztikus, és majd meglátom, hogy milyen nagy színésznő lett, és megláttam. Sőt, azt is megláttam, hogy táncolni tud az ankornai szerelmeseknél. Aztán mondták, hogy tanultál táncolni. Igen. Úgyhogy igaza volt Gábor Miklósnak, akit én szintén nagyon, és igen, nagy sikeretek volt, és nagyon helyesek voltatok együtt. Igen, nem azt tudom, hogy... Lászai díj szerintem, hogyha a Gábor Miklós hát... jókat mond valakiről, nem? Igen, igen, én nagyon meg voltam tisztelve, meg hatva, úgyhogy még most is, nem is tudom, hogy arról van-e valami felvétel, lehet, hogy van. Persze, van. Jó sok pénzért meg lehet szerezni az archívumból. Jó. Igen, akkor nagyon boldog voltam, nagyon, nagyon. Ja, egyenletesen jó volt a pályád? Mert igen. Kívülről tök úgy néz ki. Igen. Nagyon jó színházban játszottál. Valahogy úgy magától, olyan evidens volt minden, vagy hál' Isten felkopogom, mert tudom, van már, hogy ez nem természetes. Jöttek egymás után a szerepek, a jobbnál jobb szerepek, nagyon jó színházban, csapattal kezdtem. Hát ez a Radnótiról beszélünk. Igen, igen. Szóval egy dolog a
az egyetemi időszak és a tanárok, az osztályfőnökeink, ugye Orvai Kapás Dezsőnél jártam az egyetemen, vagy hozzájuk. Tehát, hogy az is nagyon fontos, hogy kinél kezdünk, de aztán utána nagyon fontos, hogy hol szocializálódunk. És a Radnóti egy csodálatos hely volt erre, hogy én ott még olyan dolgokat tanultam, kaptam, és élhettem át, ami kihatott az egész pályámra. Kevesen értették, hogy a sikereid csúcsán miért hagyod ott azt a színházat, ahol mindent eljátszottál, ami neked való, nem? Miből lett eleged? Igen. Azt hiszem, hogy akkor a Bálint András megértette, mert nagyon jó viszonyban váltunk el. Ott az volt, hogy 8 évig voltam a Radnótiban, és vágytam arra, hogy még tapasztaljak, még lássak, még legyek nagyobb térben, dolgozhassak más emberekkel is, nézhessek más szemekbe. Szabadúszásra vágytál? Nem. Hát átmentél a Táliába akkor? Nem, akkor a Nemzetibe mentem. Ja, a Nemzetibe is, akkor onnan, igen. A Nemzetibe mentem, ott akkor indult egy új éra, ugye Jordán Tamással. De én hamarabb döntöttem el, hogy váltani szeretnék, és akkor hívott a Marton László is a Víg Színházba, aki előtte nem hívott, amikor kellett volna, nem hívott. Amikor végeztem, akkor nekem még nem volt szerződésem, ellenben a többiekkel, az osztálytársaimmal, és a Horvai István, az osztályfőnököm körbe telefonálta a színházigazgatókat, hogy van még itt egy tanítványa, akit nagyon ajánl. És akkor arra azt mondta a Marton László, hogy hát jó, de hát nem ismerjük, ugye azért nem ismertek, mert én akkor szültem a Laszkót, az első gyerekemet. Igen, aki már mindjárt 30 éves lesz idén. Azt azért nem nézzük ki belőle. És hát ő öregszik. és mondta Marton László, hogy várjunk még egy évet, mert nem tudom, hogy ki ez a lány. És akkor elszerződtem a Radnótiba, mert a Bálint András bízott a Horvai István ajánlásába. És egy évre rá aztán hívott a Marton László, de mondtam, hogy most már megtaláltam az otthonom. És aztán akkor is hívott, amikor a Nemzetibe szerződtem, és akkor is ki kellett kosaraznom, mert akkor meg azt választottam, hogy valami egészen újba szeretnék csatlakozni. Addigra már a Víg Színház nem volt egy akkora vágyott gyümölcs neked? Nem tudom, az ismeretlen jobban vonzott. Uh-huh. Az ismeretlen. A Radnótiban fantasztikus szerepeket. Tudom, emlékszem, hogy jártál oda, hogy ott voltál a premiéreken. Igen, nagyon jó. Van is székem most is a Radnótiban. Igen. És akkor, mikor a Táliába mentél, akkor ott művészeti vezető lettél. Hát később. Galambos Erzsi úgy mesélte nekem, hogy a Serjutka az igazgató, és hogy minden igazgatónak ilyennek kéne lenni, aki törődik a színészekkel, és mindenre odafigyel, és megadja a rangot annak, aki ott föllép. Ez nagy felelősség művészeti vezetőnek lenni. Meghatároz egy színház arculatát. Hát persze, igen, mert nekem kellett kiválasztani a darabokat. Persze volt hozzá segítségem, de visszatérve az Erzsikére, hogy csodálatos volt vele dolgozni. Tehát lenyűgöző volt, és egy példa, hogy ennyi idősen, micsoda energiával, alázattal, hajlékonysággal, úgyhogy megszólalt a zene, eldobta a botot, és a levegőben volt a feje fölött a lába gyakorlatilag. Valamennyien abszolút le voltunk nyűgözve, ahányszor csak eljött és beszéltünk vele. Nem beszélve arról, hogy amikor láttuk őt a színházba, és gyakorlatilag sérülésmentesen öregedett meg, tehát hogy úgy ment el az idő fölötte, hogy közben mindig ugyanazt a formáját láttuk. Abszolút. És ez iszonyatosan nagy. Nyilván nagyon nagy kegy a sorstól, ugyanakkor meg nagyon nagy erő, nem tudom, hogy a művészetnek az ereje, vagy a személyiségnek az ereje, de minden esetre. Hát ez összeadódik, ugye a tanultakkal, a gyerekkorral, a táncos múltjával, ugye ő is táncosként kezdte, és hát az kartáncosként. Kartáncosként, igen, és akkor az nagyon meghatározza szerintem, főleg, hogyha én azt hiszem, hogy ezen a pályán, hogyha valaki tánccal kezdte, az... De hol tanultál? Igen? Az olyan meghatározó? Annyira megfegyelmez? Megfegyelmez, tartást ad, koncentrációt, csapatmunkában. Magabiztosságot is ad?
Hát azt nem tudom, hogy magabiztosságot mennyire neked ad. Neked ez ügyben volt hát hiányoság? Attól, hogy ne. Persze. Igen? De hol tanultál táncolni? Én Debrecenben. Profi módon táncolt. Én az Ankónaiba láttam. Hát annál voltak komolyabb fellépések is, mert utána Táliában majd 2016-ban kaptam arra lehetőséget, hogy nagyon vágytam arra, hogy táncoljak. Ugye kicsit visszaszaladok, tehát hogy én a tánccal indítottam, 3 éves koromban elkezdtem korengedménnyel balettozni, és utána jött egy kicsit egy év lovaglás, és aztán visszatértem. De balerina akartál lenni? Tehát nem, ez volt a gyerekkori állam? Az csak azért volt, mert nem tudom, 3 évesen azt lehetett elkezdeni. És aztán versenytáncosként folytattam 7 évesen, majd később még a Mazsorett is mellé jött, az csak tulajdonképpen azt azért mentem oda is, mert ugyanaz volt a tánctanár a versenytáncnak és a Mazsorettnek is, a dr. Tóthné Rozsai Judit, azért kimondom a nevét, hogy mindenki tudja, Debrecenben, és mondta, hogy ezt is csináljam, belefér az időmbe, ezzel elkezdünk utazgatni, és tényleg bejártuk egész Európát, meg Amerikáig. Tényleg olyan híres Mazsorett volt Debrecenben? Nagyon. Körbevittek benneteket Európát? Többszörös bajnok is voltál, én úgy tudom. Hát bajnok az nem voltam, de indultam ilyen A-kategóriás nagy profi versenyeken a partneremmel, és aztán 18 évesen ez megszakadt, ugye, ahogy bekerültem a színművészetire, és nagyon hiányzott. És aztán ugye prózai szak, hát egyértelmű volt, hogy a tánccipőt az föl lehet akasztani. Miközben táncoltál, azért színésznő akartál lenni? Én nem akartam színésznő lenni, én meg sem mertem szólalni gyakorlatilag. És hogy sodrottál a főiskolára? A főiskolára azért, mert irodalmi drámai tagozatra jártam a Debrecenben, a gimnáziumban, és ott mindenki, aki azzal foglalkozott, jelentkezett a főiskolára. De hát én csak, mint egy reszli, úgy mindenki úgy bánt velem, hogy jó, hát próbálja meg ő is. Meg én magam is úgy gondoltam, hogy beadom. Hát miért ne adnám be? Hát ez egy papír kitöltése. Plusz 15 vers, meg 5 monológ, meg 5 dal, úgyhogy az már nehezebben ment. És aztán egyszer csak így... Elsőre sikerült. A többiekkel szemben gondolom. Hát igen, de ott is a tánc volt, ami átmentett ezen hogy a felvételén. Mert ezt mondta a Horvai, hogy adott egy év lehetőséget nekem, mert színészileg, prózailag semmit nem látott bennem, de amikor el kellett kezdeni táncolni, és ez volt a mázlim. Volt olyan is a felvételén, hogy táncolni kellett? Prózai felvételén, tényleg? Igen, hogy akkor azt látta, hogy... Letáncoltad az összes jelentkezőt? Nem, hanem hogy nem csak az, hogy technikailag milyen volt a mozgásom, hanem azt mondta, hogy akkor látott a tekintetemben, hogy úgy megnyíltam akkor, hogyha ezt prózában ugyanígy megtörténik velem, akkor maradhatok bent. És bemaradhattál, úgyhogy és hát valószínűleg megtörtént ez veled. Azt akartam az előbb még mindenképpen kérdezni, hogy amikor te művészeti vezető voltál, és te döntöttél mondjuk a következő évad produkcióiról, az egy szokatlan, incsiklandó dolog volt? Tehát, hogy az egy színésznek nagyon jó kaland, átmeneti kaland, vagy ráéreztél arra, hogy ennek az egésznek mi a célja, és nem akartál volna benne maradni? Hát azért érdekes, mert ugye a Thália Színház, most már van Thália Téli Kert, ami egy sokkal kisebb nézőtér és kisebb színpad, már lehet kísérletezni, vagy lehetett kísérletezni, de hát a nagy színpadnak megvolt a profilja, tehát ott abszolút vígjátékokat kellett játszani, népszínházat kell csinálni, közönséget szórakoztatni, ez egy szórakoztató műfaj, ami azon a színpadon ment, úgyhogy nyilván e felé kellett nagyon tendálni a darabválasztásnál is. Ugyan egy idő után a színészekben is nagyon előjött az igény és a vágy arra, hogy valami komolyabbat is tudjanak játszani. Nem mondom, hogy komolytalan a vígjáték, mert egy nagyon nehéz műfaj, nagyon tudni kell hozzá a szakmát, és olyan technikai tudás kell hozzá, amit az évek során lehet felszedni. Sőt,
igazából annak idején azért is mentek el vidékre a színészek leszerződni, gyakorolni, mert ott vidéken mindent volt, minden műfajban tudtak tanulni, meg kipróbálni magukat. Mire vagy büszke, amikor művészeti vezető voltál? Milyen előadásokra? Az ötödik Sally nem te vagy. Az nem én vagyok. Nem jut eszembe a címe. A Tarnóczi Jakabnak volt egy rendezése. Igen. Nem baj. Egy ilyen csempés. Jaj, nem fogom, nem jut most eszembe a címe a darabnak. Majd nem jön vagyok. A Beszélőfej? Nem, akkor még nem én voltam. És azt te vadásztad azt a darabot? Nem, azt ő hozta. Őt kérte meg, hogy rendezzen, és ő hozta a darabot. Úgyhogy arra nagyon, és az már az egy olyan előadás volt, amire megjött az igény a színészekben is, hogy valami komolyabbat játszhassanak, mert az már a téli kertben volt, ezzel nyitottuk ezzel az előadással. Tehát a kisebb létszámú. Igen, az állt azért közelebb az én világomhoz, mint a nagy színpadi dolgok, bár azokban abba is beleszólhattál a nagyba is? Persze, hát mind a kettő. Az és akkor nem játszottál? De, abszolút játszottam én is mindenben. Amire az előbb ki akartam lyukadni, csak nem fejeztem be, hogy amire még nagyon büszke vagyok, a Gellért-hegyi álmok, amit a nagy színpadon én rendeztem, meg én találtam ki. Akkor még nem én voltam a művészeti vezető, hanem a Csányi Sanyi, de megengedték, hogy én ott elkezdjek játszadozni azon a nagy színpadon, mert annyira az volt bennem, akkor voltam, azt hiszem, 40, nem tudom, 5 éves vagy 4 éves, hogy még utoljára hagyd táncoljak egy nagyot. Ha, ez volt nem sikerült. Sikerült. És sikerült, mert ez volt a Gellért-hegyi álmok, amit egy profi kortárs táncos fiúval, Finta Gáborral játszottunk együtt. Nagyjából egy órás előadás volt, és a fele próza volt, a fele meg tánc. És az egy olyan büszkeség volt. De akkor még nem mint művészeti vezető, hanem... De szilveszteri műsort is csináltál, és igen. Csupa nagy névvel. Az csodálatos volt az érzés, hogy felhívok egy ilyen nagyon nagy színész óriást, és rögtön azt mondja, hogy hát persze jövök. Szerettek téged? Népszerű voltál a saját szakmai köreidben, a nagyoknál, meg a kevésbé nagyoknál? Most így álszerencsére, azt hiszem, igen. A romantikus filmek, amiket nem kell szégyelni, mert ez csupa abszolút igényes romantikus film volt, tehát a Bulvárnak az igazán minőségi változat, azt gondolom sokat jelentett, tehát az igazi népszerűség mégiscsak ezek a filmek hozták. Igen. Meg országos szinten, aki nem látott színházban, látott a filmeken. Igen, hát abszolút ez hozta meg nekem a népszerűséget. Bár előtte benne voltam a Szomszédokban, de nem, a Csak Szex és más semmi volt az a, az nagyon a nagy áttörés. Nagyon. Igen, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy, hát, hogy minden színész vágyik arra, hogy legalább egy olyan legyen az életében, amivel úgy megtörténik az, hogy mindenki tudja, hogy hogy hívják. Igen. És még ma is vetítik a különböző igen csatornákon, tehát ez egy működő film. Abszolút, és rengetegen megnézték annak idején, ugye hát több mint 500 ezeren, majdnem 600 ezeren megnézték. Igen, ezek a számok azért most már teljesen elképzelhetetlenek. Igen, az még aztán ez meg a valami számol. Amerika hozott ilyen 500 ezeres néző közönséget. Igen. Miből lett eleged, amikor elmentél? Hát ugye az élet, nem az életből, hanem ebből a mókuskerékből, amiben benne voltam. Ugye meguntál a folyamatos... lenni? Nem csak a színésznőség, hanem már nagyon bedarált így a magánélet is, a gyereknevelés, a gyereknevelés, hogy nem tudok eleget velük. De ahhoz irtózatos bátorság kell, hogy valaki azt mondja, mert magánéleti válságai azért viszonylag gyakran vannak az embereknek, vagy ilyen nagyobb tömegeket érint, de nem szokták venni maguknak azt a lendületet, hogy megfogják a két gyereküket, és azt mondják, hogy egy másik országban. A harmadik már nem ment, az már nagy nem, volt. Nem, ő már nagy volt akkor, ő már nem tudott jönni. Nézd, tehát nagyon elkeseredett voltál, vagy nagyon kalandvágyó? Hát én inkább az utóbbi. Uh-huh.
Nem elkeseredettségből mentem ki. Ott hogy kint, hogy éltél, mint egy egyszerű magyar turistaasszony, vagy háziasszony? Hát két-három hétig tartottam. Utána néztél, hogy hova mész, hol fogtok lakni, mennyi pénzből fogtok kijönni, miből fogtok megélni. Ez hogy nem, megy? Azt hiszem, nem, sajnos nem én vagyok, aki ennyire alaposan megtervezi a dolgokat előre. Én máshogy terveztem. Szóval úgy indul ez az egész, hogy akkor megint kialakult bennem, hogy akkor kiszállni ebből az egészből, és de hát, hogy lehet abba hagyni a színházat, vagy hogy tud megállni a színház, és akkor jött a Covid. És megállt magától. Megállt magától az élet, és akkor úgy gondoltam, hogy hát akkor ez kitűnő alkalom arra, hogy akkor meglépjem azt, amire vágytam már nagyon régen. Ezt az emberek és a mindenki... Covid alatt magukra csukták az ajtót, te meg mondtad a gyerekekkel, hogy előre. Hát meg akkor mentem el, igen. Hát mindenki mondta, hogy várja meg a végét, de mondtam, hogy nem tudom, hogy mikor lesz vége. Most van bennem a svunk, hogy mehetnék. Járványt kapni Spanyolországban is lehet, nem csak itt volt. Igen, és igazából én először Kosztarikába készültem, mert ott él a gyerekkori barátnőm, és már régi terv volt, hogy egyszer oda kimegyünk, vagy meglátogatjuk, és oda készültem, csak Kosztarika teljesen bezárt, és nem nyitott ki az ország. És akkor utána jött az az ötlet, hogy na akkor hova lehet közelebb menni, és akkor Spanyolország. És voltál már előtte Spanyolországban? Voltam. Tetszett, voltam. Azért mentél oda? Mert... ott is él egy gimnáziumi osztálytársnőm, és felhívtam, hogy most akkor ott mi a helyzet, mert hallottuk, hogy ott, tehát ott meg Olaszországban volt az a két nagyon nagy epicentrum a járványnak, ugye az elején. És mondta, hogy gyere, a tengerpart mindig nyitva van, oda mindig lehet menni, minden rendben van, most már nem fognak bezárni minket a lakásainkba, úgyhogy nyugodtan bátran. Madrid akkor, vagy Barcelona? Marbella. Marbella. Marbella volt. És akkor gyakorlatilag... És a gyerekek örültek neki, vagy? Igen, fel voltak dobva, hogy így el lehet költözni, meg egy új helyet, új embereket megismerni. És ahogy kiértünk, ugye augusztus 21-én indultunk el, és hát rögtön el kellett kezdeni iskolákat keresni, mert ennyire nem volt előkészítve ugye az utazás. Mondtam nekik, hogy jó, egy hetet nyaralunk, tehát akkor még nem foglalkozunk semmivel, úgyis ott még akkor minden be volt zárva. Már ilyen iskolák nyári szünetre. Úgyhogy egy hetet nyaraltunk, és akkor utána elkezdtem nézegetni egy barátom segítségével az iskolákat. Spanyolt vagy angolt? Először mindent kerestem. Néztem az állami spanyol iskolákat. Mekkorák voltak a gyerekek? 13 és 9. Az jó, az nagyon fogékony korszak. Hát nekik jó korszak, csak igen, és a Boldizsár ő már valamennyire beszélt angolul, vagy úgy értett, tehát Borika semmit. És úgy azt szerettem volna, hogy egy iskolába kerüljenek, hogy ott támogassák egymást, hát főleg a nagy a kisebbet ott pátyolgassa. De úgy alakult, hogy nem volt hely a kicsinek, és akkor én is kétségbe estem egy kicsit, meg ő is, hogy akkor mi lesz vele. És a Boldizsár már elkezdett iskolába járni, amikor még Borinak még mindig nem volt meg az iskolája. De tovább nézegettünk, és találtunk egy ilyen primary school-t, ami egy ilyen angol iskola volt. A Boldizsár is két tannyelvű volt, az angol, spanyol volt. A Borikái az egy-ez egyben angol volt, viszont elkezdték őket tanítani spanyolul is. De hát volt olyan hét, hogy ő volt a hét csillaga, mert ővé volt a legjobb spanyol dolgozat. Úgyhogy még spanyol osztálytársa is volt, tehát nem tudom, hogy csinálta. Mielőtt lejárna az idő, azért kérdezzük már meg, hogy hol lehet téged ma látni, miben, hol. Ó, már lejár az idő. De hogy jár, még van 6 kemény perc, csak ő a felelős azért, hogy a művészetéről is beszélhessen, mert hogy hol láthatjam, az most erdőbe. A néző ott ül, és aztán, és hol nézzem meg se Juditot? Most jelen pillanatban játszom az Örkény Színházban, a Black Riderben.
ott van előadásom, és a Hadszín Teátrumban van egy improvizációs est, Szeretetkert címen, ez egy párkapcsolati problémákkal foglalkozó, de vicces, de lehet belőle tanulni. Ez a lengyel Nagy Anna féle, vagy az régen? Nem, ez nem az. Dr. Pickó Katalin, aki vezeti, ő moderálja az egészet. Mert neki az a foglalkozása, nem? Tehát ilyen pszichológiai alapú. Igen, ő pszichiáter. Vagy pszichiáter. Igen. És film. És most lesz még egy improvizációs színház, a Flódmi, amit a Stál Judit csinál, és a Novák Peti vezeti. Film az sajnos most kiesett, egy sorozat, amit most idén forgattam volna, egy 10 részes sorozatot, de végül is nem történik meg az majd egész a forgatás, úgyhogy bízom benne, hogy majd lesz. Lelkesen castingolsz? Nem sok casting, egy castingon voltam az utóbbi 2 évben, úgyhogy nem nagyon hívtak most. De most készülök valami, most valami sajátot szeretnék csinálni, úgyhogy már remélem arra be tudok számolni. Igen, egyszer csak. És amikor visszajöttél, akkor jó ízűen jöttél vissza, tehát hogy újra kedved volt színésznőnek lenni? Nem, egyáltalán nem. Nem akartam akkor, és akkor nagyon... Hát egy évről volt szó, úgyhogy nem is lehetett volna. Ezt beszélted meg a gyerekek apjával? Ezt beszéltem meg a gyerekekkel, a gyerekek apjával, a pénztárcám is kifogyott, úgyhogy vissza kellett jönni. Ja, hogy te menedzselted anyagilag ezt az egész kintuétert. Persze. Egyébként esetleg tudtál volna dolgozni? Hát nem tudom, nem néztem munka után, mert tudtam, hogy nem maradunk tovább. És annyi haszna lett az egésznek, hogy te jól helyre zökkentetted saját magadat, ha volt magadon mit helyre zökkenteni egyáltalán. Abszolút. Hát a gyerekek meg megtanultak angolul, meg spanyolul? Igen. A spanyolul nem, angolul. Uh-huh. Angolul. Persze, hát egészen máshogy jöttem haza. Tehát, hogy így már nem mentem vissza a Thália Színházba akkor, és azt éreztem, hogy most így a magam sarkára kell állni, és majd önmagamat úgy összepakolgatni, hogy mi az, ami az elkövetkezendő X évben nekem fontos. És a létbizonytalanság, mert ugye hát igen, azt akartam is tulajdonképpen nincs. Kérdezni, hogy nem vagy nagyon kiszolgáltatott? De viszont egy olyan dolgot kaptam meg, amit előtte nem, a szabadságot. Mitől nagyobb ez a szabadság így, hogy ezt kipróbáltad? Én dönthetek. Aha. Addig nem te döntöttél? Hát nem. Nem, hanem sodródtam. Valamennyire, amikor művészeti vezető voltam, akkor volt valamiféle területem, ahol én dönthetek, de most magamról is olyan dolgokat szeretnék csinálni, amit valóban én választok. De ez a színház irányítósdi, ez nem volt annyira incsiklandó, hogy erre fókuszálj, és hogy ez így bepróbáld meg magadat. És maga viszont, tehát hogy az egy nagyon nagy felelősség. Én leginkább szerepet osztani szerettem, most visszatérve arra, hogy mi volt nekem ott a legjobb. Én azt nagyon élveztem, hogy a kollégáknak úgy találni szerepeket, vagy ha van egy szerep, akkor ellene osztok, vagy egy az egybe osztom a szerepet. Tehát én azt a részét nagyon szerettem, és hogy akkor azzal ők hogy birkóznak meg mit jelent, meg mit ad nekik az a szerep. Úgyhogy ezt a részét nagyon és szerettem. És ebben volt sikered? Tehát, hát már abban tudom, az értelemben, hogy különleges ízeket ki tudtál keverni a saját szereposztásod által? Hát lehet, hogy igen, nem tudom. Nem vagy ebben biztos? Nem nagyon analizálgattam. Csak az, hogyha láttam rajtuk, hogy nekik ez valami pluszt ad, akkor a gyerekeid közül készül valaki művészpályára? Nem. Talán a kislányom, de nem színművészet, hanem majd meglátjuk, nagyon jó a keze. Ügyes. Nagyon ügyes. És a nagyfiú, aki már a saját lábán is állhat akár. Neki is nagyon jó a keze, pont most vett valami favágógépet otthonra magának. ő ilyen 3D grafikákkal foglalkozik, meg tervező dizájnerként. Az ma nagyon menő. Igen. De ő már nem veletek van, ugye? Mert ő már saját lábánál. Nem, ő már külön él. Eléggé nehéz elképzelni róla, hogy ilyen felnőtt gyereked is van. Jaj, nagyon jó, mert most már annyira összenőttünk, hogy gyakorlatilag nem ez az anya-fia viszony van, hanem ilyen barátokként tudunk beszélgetni. És ki a támasz a kinek? Mikor, hogy? Ez teljesen váltakozik.
Tehát sokszor ő nekem, meg hát én is neki. Az úgy marad, végig igen, úgy marad. Most akkor rendben vagy? Én abszolút. Én boldog vagyok. Ez látszik rajta, az csak úgy látszik. Meg akartuk kérdezni. Köszönjük igen szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is a meghívást. Örültem neked. Köszönjük a figyelmet. Libazsír jövő héten is lesz, ám de... Bodor Johanna jön hozzá. Bodor Johanna a koreográfus, majd, táncos, művész. Akkor a tánc elkísér minket. Csütörtöktől csütörtökig. Köszönjük, hogy itt voltál, viszontlátásra. Annyira örülök, hogy megnéztétek a videót, vagy hogy megnézték a videót, hogy azt kérem, hogy ha már, akkor ha nem túlzás, akkor iratkozzanak is fel, vagy iratkozzatok is fel, aszerint, hogy ismertek, kedveltek, vagy kíváncsiak vagytok-e rá, hogy mit következik a jövő héten.